Szépen szól az is a szegény nagy harang. Húzzálja szád 63 vadgalang, húzzátok hát siralmasan hadzúgjon. Ez a híres barna legény hadd sírjon. Jaj, Bože môj, Bože, mi to pozdiera, keď ja nemám is a szegú frajera. Szép a bába, mert aranyos a tolla. Most vagyok a szeretőmmel haragva, azt is tudom, miért van a haragja. Van egy asszony, aki elcsalogatja, és a szegen kidobolta a bíró. Rózsapával tüzel a szolgabíró, én is fogok rózsapával tüzelni, fog még engem ki elhagyott szeretni. Én is fogok rózsapával tüzelni, fog még engem ki elhagyott szeretni. Felkelte városban, fehér torony látszik, ott az én galambom más ölébe játszik. Nem bánom, nem bánom, de mégis sajnálom, hogy az én galambom más ölébe látom. Hol voltál, Jeszimov, és a szexki juhász, miért is nem volt? Nagyon-nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm kedves vendégeinket. A szakkör bútorfestő szakágának is a szegény kiállításán. Néhány szót hadd mondjuk erről a szakkörről, bár erre most nem én vagyok a legilletékesebb, mert itt van körünkben a Nemzeti Művelődési Intézet szakkör munkatársa. Hála Isten, jó barátunk. Illetve hadd köszöntsem még Mészáros Gucárt, a polgármester asszonyt, a Budaházi Árpád megválasztott polgármester urat, és Nagy Esztert, aki szintén egy alkotó itt is a Szegen. Néhány szót hadd szóljak erről a szakkörprogramról. A Nemzeti Művelődési Intézet 2021-ben indította el ezt a programját, de akkor még ugye nagyon Covid időszakot éltünk, tehát föl sem merült bennünk, hogy bármit is tegyünk ez ügyben. Aztán majd 22-ben már egy igényfelmérést csináltunk itt is a Szegen, hogy vajon mennyire nyitottak az emberek az úgynevezett közösségi alkotásra, és hát annyira nem mozogtak a jelentkezők, úgyhogy letettünk róla, és aztán tavaly történt meg az a csoda, hogy Árpádon keresztül megismerhettem Nagy Névi Krisztinát, aki a bútorfestők nagymestere. Hadd mondjam ezt. Szerencsére sikerült Krisztinát meggyőznem arra, hogy itt a helye is a Szegen, és itt el kell indítani egy bútorfestő szakkört.
ami összeindult októberben, és ugye ez egy 20 alkalmas közös alkotást jelent, és ez a kiállítás gyakorlatilag ennek a programnak, a évadnak a befejező záró momentuma. Nem nagyon szeretnék magáról a szakről többet beszélni, mert erről majd a Krisztina mesélne, és mint ahogy beemlítette, a művelődési ház is azon van, hogy ezeket a szakköröket minél kiterjedtebben behozunk ide a házba, hiszen itt is a Szegen is nagyon nagy szükség van a közösségek létrehozására, úgyhogy jövőre megcéloztuk igen a gyöngyfűzést, illetve a kosárfalú szakkört, és most már ott tartunk, hogy lejelentkeztünk, úgyhogy biztos, remélem sikerülni fog. Jó, magáról a szakköri munkáról pedig átadnám a szót a Krisztinának, hogy ő meséljen egy kicsit, hogy ezek az alkotások hogy készültek. Tiszteltel és szeretettel köszöntöm Önöket, hozzátartozókat, mindenkit, akit érdekel a népi bútor festés, bocsánatom szeretnék. Nyugodtan, most már kezdtem. Hát megragadva az alkalmat, szeretnénk Gabriellának és a művelődési ház munkatársainak megköszönni az egész fél éves, több mint fél éves támogatást, ugyanis azt hiszem, elmondhatom az alkotók nevében is, hogy nem csak helyszínt, hanem egy olyan fészket kaptunk, amiben végig úgy éreztük, hogy támogatva vagyunk, gondoskodnak rólunk, vagy bármilyen gondunk, kétségünk volt, akkor volt kihez fordulni. És tényleg nagyon sokszor nagyon jó érzés járt át, hogy ez egy otthon, és nem csak egy helyszín. Ez alkalommal készültünk egy kis aprósággal, neked is a hölgyeményeknek. Gábornak egy puszival köszönjük szépen. Ez majd az egyik legfontosabb, amit szeretünk volna kihangsúlyozni. Nagyon röviden, mert ugye nem mindenki van otthon, vagy most látják először a tárgyakat. Szeretném bemutatni, hogy körülbelül merre barangoltunk, bár egy térben voltunk, mégis országon belül több helyszínt bejártunk. Mentünk Dél-Dunántúlra, itt Faddon voltunk, és ott láthatók a faddi tükörkeretek, melyek merevebb szerkesztésűek, színvilágában nem túlzottan gazdagok, de mégis igazából mindegyik tájegységről elmondhatjuk, hogy mindig beleszerettünk a következő tájegységbe, hogy ez tényleg egy olyan érdekes dolog, hogy tényleg ez egy lelki utazás is volt mindegyik tájegység. Kezdtünk egy kisebb táblával, bemelegítésképpen, hogy megismerjük a motivumokat, majd pedig átléptünk felszívva magunkat a nagyobb, szintén 50-50-es táblákra. Egy kicsit szokatlan, vagy nem szlovák eredetű motivumvilágot hordoznak magukon a dobozok. Ez Békés megyében fellelhető tárgyakról való gyűjtés után dolgoztunk. Amit szerettem volna mondani egy pár szóban, hogy alapvetően mindegyik tehetségnél abból indulunk ki, hogy egyrészt vannak a nagyon jó szakköri videók, amiben volt szerencsém a forgatáson részt venni, valamint tényleg mindenkit bátorítok, majd később évben remélem még többekkel tudunk így a népi bútorfestés területén ismerkedni, majd utána menni a Néprajzi Múzeumnak a fotótárába, ott onnan merítkezni az eredeti bútorokat megvizsgálva, az ottani arányrendszerek, formavilág, és igazából így erről a két platformról, és most már az internet tényleg olyan nagy segítség, hogy így az eredeti bútorok alapján igyekeztünk még haladni. Még gondolkoztam, hogy mit szeretnék ide beilleszteni. Alapvetően azt gondolom fontosnak, hogy most nagyon hálás vagyok, és örömmel, telt szívvel vagyok itt veletek.
Én is nagyon sokat gazdagodtam a szakköri tagokban, olyan gazdag, és tényleg fantasztikus embereket ismertem meg, hogy számomra is. Ezzel szokták mondani, hogy egyik szemem sír, a másik nevet, hogy egy annyira jó időszakunk záródik most, és tényleg én is nagyon sokat köszönhetek így az alkotóknak. Igen, ezeket szerettem volna elmondani. Gabriellával ezúttal szeretnénk akkor megnyitni a mini kiállításunkat. Igen, a mini kiállítást, de azért egyet tegyünk meg. Jöjjenek ide a szakkörtagok, jöjj ide mellénk, legyetek szívesek. És akkor kérek szépen egy fotót. És én is beállítom. És hiányzik ének Hardos Krisztina? Na. És most kiírjuk a legjobb fotópályázatot. Nagyon szépen köszönöm. Nektek is köszönöm az egész éves munkátokat, és nagyon szépen köszönöm nektek ezt a csodálatos kiállítást, mert nagyon méltóképpen zárjuk az évadot. Ez a kiállítás augusztus végéig fog látható itt nálunk, úgyhogy jó 3 hétre bezár a ház, de azon kívül bármikor jöhet. Vigyétek hírét a kiállításnak, hogy minél többen látogassák. Ezt szeretném kérni. És akkor ezen el megnyitottuk a kiállítást. Köszönöm! Szeretném szólni egy pár szót Krisztináról, mert ő mesélt rólunk, és nagyon, nagyon szép gondolatokat osztott meg rólunk. És tudni kell Krisztiről, hogy olyan nagyszerű oktató volt, hogy öröm volt vele együtt dolgozni. Mindig irányította a kezünket, irányította a gondolatunkat, és elfogadta azt a kacskaságunkat, amit mi belemutunk, meg akkor a személyes színvonalvezetésem. De mindig ott volt mellettünk, mindig támogatott, és mindig számíthattunk rá, és nagyon nagy tudása van, ezt mi láthattuk a munkáiról, és ezzel a tudás egy nagyon nagy szerénység is társul, és egy nagyon nagy alázat, amilyen alázattal a bútorfestés iránt van, a népművészet iránt, a hagyományok iránt. Úgyhogy én köszönöm a Jóistennek, hogy van Kriszti, és hogy megajándékozta azt, hogy mi találkozhatunk vele. Amúgy a Krisztina a Fővárosi Népművészeti Egyesület tagja, és a Népművészeti Egyesületnek volt nálunk kiállítása tavasszal. Csodálatos kiállítás volt az is, és Krisztinek is volt itt alkotása, úgyhogy Kriszti mindenféle kapcsolatban áll most már velük. Jó módja van, jó módja van, az is a szeli bírónak. Szénázabot, nem marad a lovának. Mert a szén a sárga lecece, porcióba van kötve. Gyere, kedves kis angyalom, tedd a lova medébe. Felszántatom, az is a szegi temetőt. Beteg bele, beteg bele, a lovamnak legelőt. A lovamnak nyári legelőt, nékem pedig igaz szeretőt. És a szegi nagy faluba nem találok szeretőt. A lovamnak nyári legelőt, nékem pedig igaz szeretőt, és a szeretőt.